A beszélgetés apropóját nem más hagyja, mint egy kerek évforduló, ami hát talán nem olyan kedves a szívének, de hát akkor eltelt mondja. 80 esztendő. Én gratulálok. Kicsit pörgessük vissza az időt. Beszéljünk a kezdetekről. Honnan, hogy indult az élete? Hol született, merre cseperedett? Hát én Pesten születtem, és hát tulajdonképpen megfőnőttem, ugye, valamelyes. Meg az igazság az, hogy apám, anyám orvos volt, és ez már eleve meghatározta úgy szólván a jövőmet, később foglalkozásomat, bár 14 éves koromban persze pilóta óhajtottam lenni, de hát 18 éves még nem voltam, amikor észre tértem, és akkor mentem el, Pesten végeztem az orvos egyetemet, és utána, hát ugye ez, amikor én végeztem, az ott 51. Hát ugye az a Rákosi korszak kellős közepe lévén, én meg eléggé nagyszájú voltam, szóval tudom, ilyenkor azt kell mondani, hogy én már akkor is idézőjelben ellenálló voltam, ilyen szó nem volt róla, csak egész életemben soha nem bírtam elviselni az igazságtalanságot, meg az az emberséget. Beívtak a minisztériumba, hogy na, Kelemen elvtárs, hova óhajt menni, mert ugye azt tudja, hogy Pesten nem maradhat. Ezt én már sejtettem előre, csak fölkínálták nekem ugye a... Mit is kínáltak föl? Celldömölk, Sárvár, Kaposvár. Régi dolgokra még jól emlékszem. Hát Celldömölkről ezt már elmondtam valahol egyszer, azt hiszem éppen a tévében, hogy annyit tudtam, hogy akkoriban volt egy ilyen kabaré darab, ahol még nem tudom már ki volt, ám még Kazal, az volt egy visszatérő refrén, mit tudjátok ti, mi történt Celldömölkön? Na, ez volt ott egy poén, én viszont azt sem tudtam, hogy merre kell Celldömölköt a térképen keresni. Aztán kiderült, hogy a Dunántúl viszonylag északabbra, mehettem volna oda, a Sárvára, azt sem tudtam, hogy ott kórházak vannak, de a Kaposvár, hát azt tudtam azért, hogy az egy nagyobb hely. Úgyhogy a Kaposvár. Megkaptam, hogy oda mehettem a sebészetre Kaposvárra, és szakmai életemnek a legnagyobb szerencséje volt. Szóval el nem mondhatom, milyen hálás voltam az eltársőnek, hogy nem engedett Pesten maradni, mert egész szakmai pályafutásomban, ha valamit ez értettem, vezettem, ennek köszönhetem. Azért elsősorban, mert egy vidéki kórházban, pláne akkor, mondom, ugye ez 51 őszén volt, akkor hát szóval ott olyan gyakorlatot lehetett szerezni, amit egy klinikán soha. Volt ott egy adjunktusom, úgy hívták, hogy Bodosi Mihály. Nem olyan régen halt meg, hál' Isten, 96 éves korában, egy sebésznél az abszolút ritkaság egyébként. Na, az egy olyan ember volt, egy olyan orvos, olyan sebész, aki nekem egész életemben a példa volt. Neki köszönhetek mindent, amit a szakmába elértem, ezt én már máskor is elmondtam, most megint elmondom, mert ez annyira így van. És ő tanított meg arra, hogy legyünk észnél, a sebészet nem a műtőbe kezdődik, és főképp nem is ott végződik. Előtte is utána legalább olyan fontos dolga van a sebésznek. 55-ben ott hagytam. Hát ott kellett hagynom Kaposvárt, nem csak nekem, még két-három kollégával. Nem mondok egy rohadt szót se akkori főorvosomra, mert tulajdonképpen ami a legnagyobb adomány volt a részéről, hogy operálhattam. Mégpedig nagyon korán nagy műtéteket, hát az
látszott, hogy az emberek van-e tehetsége, vagy nincs már a keze, úgy értem. És ha volt, akkor lehetett operálni, tehát tényleg nevetséges volt, és hát nehogy valami öndicséretnek hangozik persze. Oda mentem szeptemberbe, és mert annyit kellett és lehetett operálni, hát természetesen megfelelő asszisztenciával először, de az se nagyon soká tartott, mert már bárki asszisztált, hogy később. Oda mentem szeptemberbe, decemberben már gyomorcsonkolást csináltam, mindent. Hát bizony azt egy klinikán, mondjuk 3, amikor 4 éves ott töltött idő előtt nem csinálhat egy ifjú klinikai gyakornok, vagy tanársegéd, vagy stb. És hát akkor 55-ben el kellett menni, nem csak nekem, más, ahogy említem, más kollégáknak is, mert hát nem tudom miért, ez az akkori főorvosom az egy elég ilyen szempontból nehéz ember volt, de nem megfogadtam már rég, hogy én soha senkire rosszat nem mondok. El kellett mennem. Jó. Fölkerültem Pestre, egy fél évet töltöttem, kvázi ilyen átmeneti kényszerű időt a Mester utcai szakrendelőbe. Fél év múlva visszakerültem, ahol medikusként tanultam az egyetemen, a Üllői klinikára. Nekem ez a kaposvári őrült gyakorlat lehetőségem és meglehetősen jelentékeny műtéti számom, sőt, mi több műtéti kvalitást értett tevékenységem azt eredményezte, hogy pillanatok alatt elismertek, hogy jé, így meg úgy. Ott is szereztem főleg két kiváló kollega barátom, az mai napig nagyon jó barátaim, mind a kettő, persze 56-ban, kicsit később, de még a 70-es évek közepe táján úgy gondolta, hogy az egyik ezért, a másik azért, teljesen mindegy, hogy jobb lesz neki külföldön. Ahhoz be is jött nekik, persze Németország voltak, mai napig ők is élnek, az egyik 2 évvel nálam még idősebb is. Pedig azt mondta, hogy a sebészek korán halnak. Általában igen. De miért? Általában igen. Nézze meg, mondom, miért, ez egy stresszes pálya. Szóval itt mese nincs. Aki megpróbálja a dolgot tisztességgel csinálni, és aki egyszerűen nem viseli el, hogyha pláne az ő hibájából, mert azért ilyen is van, ne felejtsük el, a betegnek komplikáció leszek, vagy netán belehal a műtétbe, szóval az elviselhetetlen. Hát legalábbis nekem, meg a hozzám hasonlóknak. 62. február 4-én, ma is emlékszem, idejöttem Szekszárdra egy tök fiatal garnitúrában, éppen csak végzősökkel, egy volt köztük, a bíró Imre, ő már szakorvos volt, ő ráadásul elsősorban traumatológus volt. Ami nagyon jó volt nekem, mert én a traumatológiához az a világon semmit, hát úgy szólván nem értettem. Amit muszáj volt, azt itt gyorsan megpróbáltam megtanulni, mert akkor még együtt volt a sebészet és traumatológia, azok 64-ben váltak szét, tehát 2 év múlva a átalakítások, minden, hát ugye, tudja, a Szent Gál csinált kórházat a kórházból, hát minden ő alatta épült, az új, a régi, a rekonstruált épületek, stb. És akkor elment a traumatológia tőlünk, de a többi ember, aki itt volt, többi emberem, azok mind csupa, hát a szószoros értelemben abszolút kezdők voltak. Hát ez egy nagyon nagy meló volt, ugye, mert hát úgy szóval a kórházban kellett lakni 2 évig, ahhoz, hogy ne lehessen problémát, de nekem az volt az elvem, hogy a létező leggyorsabban, főleg a tehetségeseit szerezzenek meg mindenféle diagnosztikai, kórélettani
gyakorlatot, stb. És én úgy érzem, hogy sikerült is elérnem. Úgyhogy egy két-három, na mondjuk sokat, 4 éven belül az volt a helyzet, hogy a még nem is szakorvos fiatalok a legtöbb nagy műtétet már nagyon jól meg tudták oldani. Jó, hát kellő asszisztenciával, etc. etc. És attól fogva az én életem is sokkal könnyebb lett itt, főleg amikor idejött, nem tudom, nem is egész egy évre, rám arra már nem is a Szarka Jóska, aki viszont egy baromi tehetséges orvos volt, és sebész, kitűnő sebész, és ő is lett az utódom, és én azért mindent el is követtem, hogy ő legyen. És amíg ő nem ment nyugdíjba, az volt a baj, hogy ő csak 10 évvel volt fiatalabb nálam. És ha én még valami, nem biztos, de hát ha nagyon erőszakoskodtam volna, maradhattam még 62 éves korom után is 1-2 évet, úgymond, akkor ez ugye a szaktanácsadóként, hát ez marhaság persze, magyarul dolgozhattam volna még 1-2 évet, de nem tudtam, hogy azt nem voltam biztos, hogy kinevezik-e utánam a Szarkát, mert csak 10 éve volt fiatalabb, hát már csak 8 éve volt, lett volna hátra a nyugdíjkor határa. Tehát akkor lemondott végül is erről a 2+ évről? Én amikor elérkezett a nyugdíj, 65 éves lettem, akkor azt mondtam, alá szolgálja. Még egy nagy rövid időség bebejártam, mert nem lehetett már a hónapra, akik jöttek, hogy nem operálnám meg, ugye, stb. De hát aztán szépen ott hagytam az egészet, nem óhajtottam én ott zavarni, tőleg tudtam, hogy nagyon jó kezekben van az osztály, mint ahogy az is volt. Tudtam, hogy van ott még egy pár nagyon tehetséges gyerek. Amikor elment nyugdíjba, akkor csak úgy le tudta tenni a lantot? Említette, hogy azért egyszer-kétszer még bebejárogatott, de... Igen, de amúgy nem igen. Nem hiányzik? Akkor még lehet, hogy egy kicsit hiányzott, de lebeszélte magam mindenfajta ilyen nosztalgiázásról, meg itt volt nekem a zene, tudja. Én azt láttam, hogy az olyan bármilyen foglalkozású, de főleg az én szakmámban, az olyan orvosok, akik annyira egysíkúan orvosok, bármilyen kiválóak amúgy a szakmájukon belül, elmenek nyugdíjba, nincs mit csinálniuk, mert nincs egyetlen hobbiuk se. Hát azok ezt nem élik túl. Erre konkrét példákat tudnék mondani, de nem mondok, mert minek, nem élik túl. Szóval a szó legvadabb értelmében halálra unják magukat. Hogy így mondjam, unják, és akkor finom voltam, ugye? De nekem még ott maradt a muzsikálás, és nem, szóval én egyszerűen eldöntöttem, hogy nem vagyok hajlandó ezen nyüglődni, töprengeni, stb. Jó kezekbe hagytam ott, amit hát az életben végül is 40 évet töltöttem szexárdon ebbe az állásba, és ez nekem már elég volt. Említést tett már róla a nagy-nagy hobbiról, a muzsikáról, a zenélésről. Ez hogyan jött az életébe? Mikor, melyik pillanatban kezdődött a zene iránti hát szeretet, elkötelezettség? 18 éves koromban körülbelül. De az már későnek számít, nem? Az már későnek számít. De hát ugye az én szüleim elváltak. Én apámnál voltam, aki hát nem volt egy... hogy mondjam, mondjuk, egy nagy zene szerető, értő, nem is volt, ért volna rá, mert nagyon dolgozta magát. Viszont édesanyám az nagy zenebarát volt. Tulajdonképpen ő szeretette meg velem a zenét.
sose felejtem el, üljek le, és most hallgassuk meg egyszer együtt az Ajdát, A-tól Z-ig. Na, én abban a pillanatban beleszerettem Ajdába, Verdibe és a zenébe. Később aztán nyilván ebből kifolyólag elkezdtem, nagyon sok operát hallgattam és imádtam, és ma is úgy vél, hát ma már mondjuk nekem a fő kedvencem az Puccini, a nagy klasszikusok közül. Hát az mai napig megunhatatlan nekem. De aztán másokat is. És közben nem jazzel, hanem sima tánczene, az is nagyon tetszett nekem, ilyen slágerzenék, és elkezdtem zongorázgatni, sose tanultam, de megtanultam olyan fokba, hogy kitaláltam, amit nyugodtan elolvashattam volna akár könyvbe is, de azt én magamtól kellett kitaláljam, mit tudom én, a hangnemeket, alapharmóniákkal, stb. Na mindegy, szóval ez ment, és mikor aztán tulajdonképpen Kaposvárot is volt egy pianinom mellesleg, azon szórakozgattam, de amikor idejöttem, Szekszárdra az első dolgom volt, tehát egy elég gyenge, ócska zongorácskához hozzájutni, de hát akkor többre nem nagyon tett, és akkor találkoztunk a Radnai Tibivel, Isten nyugosztalja, a gégész, akkor még nem volt gégészfőorvos, de hát ott dolgozott a gégészeten, kitűnő szakember. Na a másik, Pécsről ide jártak a Radnaihoz műtétet tanulni, például milyen kórház, volt a szekszárdi kórház. És csatlakozott aztán a hogy ismerkedtünk meg, arra nem emlékszem, a Lőrinci Gyuszi, az építészmérnök, ugye? Hát ismerte mindenki az égvilágon, Szekszárdon. Aranyos jópofa gyerek volt ő is. És akkor kezdtünk el ilyen zongora trióba jazzzel foglalkozni. Tulajdonképpen ott indult el az én jazzhez való vonzódásom, ami persze csak fejlődött az idők folyamán. És amikor a 80-as évek legelején, igen, idejött a Hulin Pista Szentesről, igen, vagy Szeged, nem, Szentesről, de mindegy, hát a Szeged Szentes, mert odavalósi, aki hát nálam persze sokkal jobb zongorista volt, mert tanult volt többek között, ugye, és ő is jazzes volt. Na, akkor azt mondtam, akkor én most a zongorát átadom, és én nekem akkor nagyon tetszett a vibrafon, és itt a megyében volt egy eladó. Na, azt meg is vettem, és elkezdtem rajta próbálni. Mondjuk nem mindennapi hangszer. Nem mindennapi. És rájöttem, hogy hoppá, hát ez nem olyan borzalmas, ezt meg lehet tanulni. Aránylag elfogadható módon. Jó, hát nem egy Lionel Hampton, vagy egy Gary Burton szintjén, de hát nekik az volt a fő foglalkozásuk nekem. És akkor alakult ki tulajdonképpen 82-től a Szekszárdi Jazz Quartet, amelyik mind a mai napig áll, létezik. Attól tartok, hogy az eddigi szinten nem fogom tudni tovább. Többféle okból, mert hát egyrészt az ember nem visszafele él, akkor nem volna probléma. És az az érzésem, hogy tudni kell, azt az ember maga érzi, ha kellően kritikus magával, tudni kell abba hagyni. Na most én ezt eldöntöttem, hogy ez volt az én
utolsó nyilvános szereplésem, ami persze még nem 1000%, de 900. Na hát ezt sajnálattal halljuk. Hát nem kell sajnálni. De persze én továbbra is besegítek, ami erőmből telik a fiúknak ebbe, abba, amabba. Lesz most még egy feladat a kvartettnek, de az még most egyenlőre nem publikus. És viszont az is nagyon jó, hogy tudtunk gondoskodni, hogy úgy mondjam, nem fog hiányozni, na, így fogalmaznám meg a dolgokat, mert ott van mellettünk, aki hajlandó továbbra is közreműködni a kvartettbe, a Nágostoné Béres Kornélia, aki hát egy abszolút kiváló fólista. Hát ha van megbízható tag a zenekarban, ő aztán az. És most csatlakozott még hozzánk a idősebbi környei, gitárral, úgyhogy nagyon jól meg lesz a kvartett nélkülem is. Kedves Bandi bácsi, nézzenek oda, mert megint rosszak. Kedves Bandi bácsi, oda tettem az imént egy széket, elég kényelmes, foglalj helyet benne. De természetesen is, nem csak az én kérésem, ez a fiúké is, ugyanis az idén 80 éves Kelemen Endrét szeretnék zenével köszönteni a fiúk. Trio. Csinálni, esküszöm mindenre, halvány fogalmam erről nem volt. Fogalmam nincs, mikor csinálták, hogy gyakorolták be, de hát köszönöm szépen, óriási mindenre. Nagyon szép időszak volt, és nekem megkönnyítette a nyugdíjas éveket, mert volt szórakozásom, volt hobbim, amit igyekeztem a tőlem telhetőleg persze ugyanolyan komolyan csinálni, mint annak idején a szakmát. A zene mellett volt még egy hobbi az életében. Méghozzá itt mögöttünk látható ennek bizonyítéka, festeget is hébe-hóba. Hát hébe-hóba, hébe-hóba, de hát ugye azt maga se gondolja komolyan, hogy ez komoly. De azért én hobbi, szórakoz. Nem? Hát így van, szóval ez is csak egy szórakozás, hogy aztán ki mit gondol róla, hát kit érdekel tulajdonképpen, nem? Igen, hát mostanában nem nagyon, de lehet, hogy majd rászánom megint magam egy kis szórakozásra. Miket szokott általában festeni? Össze-vissza. Amit akar minden. Néha grafikákat, minden. Arra nagyon büszke vagyok például, hogy a Fertőszöginé, aki hát szintén nagyon jó barátunk, mondhatom így, aki, amikor itt volt épp, akkor emlegette föl, hogy adtam neki egyszer valami alkalomból, nem tudom, egy csak egy ilyen ekkora kis grafikát, és ma is ott lóg a falán, a lakásában. Hát mondom, hát aztán ez akar ilyet, ugye?
Na, de azért ez valamit csak bizonyít, azért, na hát, akartam mondani, életét, hogy csak bizonyít valamit. Amióta elment szexházról festmények és ilyesmi között töltötte, úgyhogy hát ez jól esik az embernek. Na, de ez olyan, hogy véletlen egyszer valamilyen kijön nekem, de hát, de hogy más se tanultam, más hobbit, úgy értem. Hát, valahogy, nem tudom. De magam miatt csináltam, csak engem szórakoztat, akkor megcsinálom. Ez a lényeg. Egyébként egy gondolat után születik egy-egy alkotás, vagy valami vizuális? Hát többek között, hát inkább talán valami gondolat, de hogy az mi és honnan jön, azt ne kérdezzem, az teljesen számomra is érthetetlen, de azért inkább így. Hát mit tudom én, a legutolsó produkcióim, valami 8, hogy hiák, madárka, az vízfesmény madárka, azok viszont nagyon jó sikerültek állítólag, meg körülött valami kint dísz, ott abban a kis elkülönített, mi úgy hívjuk a sörkert, abban a kis zúgba, és oda raktam ki őket aztán, és egész jó pofán sikerültek. Sose tudtam, hogy meg tudom csinálni. Próbálni kell. Hát így van. Hogyan tovább? Itthon mindig van valami barkácsolni való dolog, mert azt is csináltam egyébként, hát még a szexádi házamnak a felit úgy szólva magam két kezemmel építettem föl, és hát meg is voltak botránkozva sokan. Hát egy sebész, hogy hát a keze meg minden, mi lesz a kezemmel? Ha csak le nem vágja a fűrész, akkor semmi. Ezek mesék, dumák, mindent lehet csinálni, amit az ember szívesen csinál. Bárne, ha ért is hozzá, mondjuk én ehhez nem értettem, de azért a szexádi háznak csak úgy példaképpen említem. A villany órától a legvégéig az összes villanyt én csináltam. Vezetékeket, mindent, falonahelyeket, stb. Úgyhogy nem is értettem hozzá, de a mai napig működik. Ez a lényeg. Ja, akkor én még sok-sok ilyen barkácsos évet hadd kívánjak. Nagyon köszönöm. Köszönöm is.